Ismét a Ferencváros mezében tetszelek, elégedett vagy ezzel a lehetőséggel, vagy úgy tervezted, hogy Argentinában folytatod? Boldog vagyok, hogy még egy évre visszatérhetem ide a Ferencvároshoz. Bevallom őszintén, minden követ megmozgattam annak érdekében, hogy ismét zöld-fehérbe öltözhessek. A klubcsapatod az Estudiantes La Plata nem akart megtartani, vagy nem szerettél volna ott maradni, kérdezem? Ez nem kívánságműsor, mondja, nagyon nehéz bekerülni az Estudiantes keretébe. A csapat nagyon sok neves játékossal rendelkezik. Az Estudiantes hatalmas klub, de el kell mondanom, hogy a Fradi is az, itt is sok a jó játékos. Az mindenképpen a Fradi mellett szólt, hogy a zöldfehérek játékosaként a nemzetközi porondon is megmutathatom magam. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, az első hónapjaid a Ferencváros játékosaként jó sikerültek. Gondolom, más csapat is szívesen kölcsönvet volna. Nem panaszkodhatom, voltak kérőim, erről sok szó esett, hozzám is eljutottak bizonyos információk, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy én csak a Ferencvárosban tudom elképzelni az életemet, legalábbis egyelőre. A Fradi adta meg nekem azt a lehetőséget, hogy az első osztályban szerepeljek, mindenképpen hálával tartozom a klubnak. Argentinában szóba kerül a Ferencváros, Buenos Airesben rengeteg magyar származású ember él, gondolom, akadt köztük Fradi drukker is. Bevallom, hogy a Ferencvárost Magyarországon ismertem meg, itt kerültem közelebb ehhez a nagymúltú klubhoz. Nincsenek ismereteim arról, mennyire népszerű a Ferencváros Argentinában. Úgy tudom, hogy a Ferencváros 1 millió dollárért kivásárolhat, tényleg megérzte ennyit? Hangzik a következő kérdésem. Szerintem nem érek ennyit, de ezt az összeget nem én találtam ki. A klubok határozzák meg a kiváltási árat, a játékosnak ebben nincs beleszólása. Nekem az a dolgom, hogy futballozzak, méghozzá tudásom legjobbát nyújtva. Nemrég tértél vissza Argentinából. Argentina 9-szer rendez Copa Amerikát, 93-ban nyerte meg utoljára a sorozatot, ám a néhány nap múlva kezdődő tornán mindent jóvá tehet. Hogyan várják Argentinában a kopát? Az emberek alig várják, hogy elkezdődjék a Copa America, mondja, amely egy csodálatos torna. Én bízom benne, hogy otthon tudjuk tartani a kupát. Ha jól tudom, van egy-két játékos az argentin keretben, akit igen jól ismersz, hanem más, együtt tréningeztél egy-két futballistával. Valóban sokáig együtt készültem Enzo Perezzel, illetve Marcos Rojóval, de rajtuk kívül is sok játékost ismerek, hiszen utánpótlás meccseken gyakran összecsapunk egymással a pályán. Argentinának bivaly erős kerete van, majd meglátjuk. Argentinában dúl a polémia, hogy Teveznek végül is helye van a kezdőben, vagy sem. Ő azt mondta, ha a szövetségi kapitány leülteti a padra, nem fog megsértődni, de őt ismerve, ő játszani akar, az biztos. Tevez nagyon jó futballista, engem sokáig hozzá hasonlítottak, mondja. Valóban, ezt nem is tudtam, vágtam közbe. Nemzetközi szinten is nagyon sok mindent megnyert, való igaz, nagy a harc a csapatba kerülésért, hiszen nagyon sok jó csatára rendelkezünk, de úgy gondolom, teljesen mindegy, hogy kezdőként vagy csereként lép pályára, Tévész nem fog csalódást okozni. Azt mondják, hogy Argentina és Brazília dönti el a kupa sorsát, egyetértesz ezzel? Igen, mindenki így vélekedik, de remélem, hogy a végén mi argentinok örülhetünk. Már szóba kerültek az argentin csatárok, de Crespóról még nem beszéltünk. Az elmúlt napokban bizonyára hozzád is eljutott a hír, Crespót szóba hozták a videótonnal. Meglepődtél a hír hallatán? Hozzám is eljutottak bizonyos hangok Crespó esetleges leigazolásával kapcsolatban, de valami őszintén, hogy igencsak meglepődtem, hogy egy ilyen kiváló világhírű csatár Magyarországra tart, de én nagyon örülnék, ha jönne. Örülnék, hogyha a videóton leigazolná, nagy dolog lenne, higgyék el. Internacionalmente y la verdad que muy lindo y muy contento también, ojalá que pueda venir. Beszéljünk Crespo korábbi csapatáról, a Riverről, amely kiesett az élvonalból. Hogyan élik meg ezt Argentinában? Heteken keresztül arról cikkezett a sajtó, hogy a River kieshet, de azt gondolom, ez senki nem vette komolyan. Úgyhogy hatalmas bombaként hatott a hír, hogy egy ilyen nagy múltú csapat kénytelen búcsút venni az első ligától. Szinte hihetetlen, nagyon szomorú az, ami történt, és talán még ennél is szomorúbb, hogy egy darabig nem rendezik meg a világ egyik legnagyobb derbiét, a Boca River összecsapást. El contexto del clásico que ahora no se va a ver este año entre River y Boca que para el fútbol argentino es muy importante y muy lindo también a nivel internacional.
Ennek egy pozitívuma mindenképpen van, kevesebb szurkoló sérül meg. Igen, a szurkolói verekedések sok fejtörést okoznak a hatóságoknak, de remélem, hogy egyszer ennek is vége szakad, és minden a fociról, és csak is a fociról fog szólni.